Не корябаться, ребята, не корябаться. Sziasztok, kedves barátaim! Itt vagyunk egy helyen. Imlital ez a neve. Itt van egy fa, ami lehet látni abban a fénydobozban. Ott van az 5000 éves fának a maradványai. Ugye itt Krishna találkozott Radharanival, és részleteket ugye nem mesélünk. Aki akarja részleteket, annak el kell utazni ide, és akkor majd itt elmeséljünk. De ez a fa még élt 80-as években, csak egy muzulmán, aki nagyon irigy volt, próbálta kivágni, és akkor fa elszáradt, és annak az ágából van ez az új fa, és az 5000 éves be van így burkolva, hogy meg legyen védve. Jó, szóval ez is nagyon szent hely, nagyon ősi és régi. Itt is igazából nyilvánul Isten irányi szeretet, és majd mindjárt megyünk, folytatjunk másik helyeken, utakon, és majd mesélünk még egy kicsikét, amit lehet. Most folytatjuk a zarándokutunkat szent helyeken, itt vagyunk. Megint, ahogy itt folyt régen a Yamuna, ugye ezek az épületek bizonyítják, ugye, mert ez a gát fürdőhelyek, ahol voltak ezek a kis paviljonok. Ugye építették, voltak lépcsők régen, és akkor itt folyt, ahol megy az út. Sokkal szélesebb volt, és ott már a Yamuna arrébb ment. Hát ott a végén még jobban arra elmegy. Miért? Azért, mert szent folyó, és azt magyaráznak, hogy mivel bűnt követnek el itt lakók, nem mindenki, de sokan, ezért Yamuna egyre távolabb és távolabb lesz ettől a várostól. Ez a Yamuna folyó, ugyanúgy szentebb, ugye múltkor már mondtam is, hogy a Yamuna valaki fürdik, az 10000-es eredményesebb, mint valaki Gangesből fürdik. És most elmenjünk egy másik szép helyre. Most itt vagyunk Kisigátnál, most nem is tudom, melyik irányba videózok. Lehet, hogy én mennek kicsit. Igen. És nagyon régi, és lehet látni itt is. Yamuna milyen messze van, de itt folyt a Yamuna, itt pont is. Itt ment a Yamuna. A falak mellett. Még vannak régi képek, amit lehet interneten találni, hogy itt folyt, és most már ennyivel eltávozott, és ez mindig ez történik. Odaérkezünk mindjárt egy helyre, ugye ez a Kesigát, és ott majd meselek egy pár érdekes dolgok. Vannak mindenhol memori koldosok, bakták, szent emberek. Tegnap volt kedvező nap adományozni, Szaturnusz napja volt tegnap. Aki tegnap megtette, akkor ez a szombati nap, aki szombatként adományoz szegényeknek, templomnak, akkor a nehézségeket könnyebben tud elviselni. Jó, megyünk tovább. Sziasztok, kedves barátaim! Itt vagyunk a Yamuna parton, ott van a Yamuna. Itt van a Kesigát, nagyon csodálatos hely, ez is nagyon régi, és amit akartam mondani, hogy Vrindavan univerzumnak a legszentebb helye, ahol most vagyunk ebben a városban, és a jogik, ugye a szó joga azt jelenti, hogy kapcsolat Istennel. És vannak többféle joga út, vannak rövidebb, hosszabbak,
de a cél az igazi cél a jogának elérni Istent, Isten irányi szeretet, kapcsolat Istennel. És minden jogi ide fog, el fog jutni. Valaki Himalájában először meditál, máshol több ezer évig is kap misztikus képességeket, és így tovább, de hogyha sikeres lesz és szerencsés, akkor végső cél az itt lesz, Vrindávánban, ezen a szent földön, de nem testileg a lényeg, hanem lelkileg, ez a fő eredmény, hogy lelkileg legyen itt. Itt van a Yamuna folyónak a murtija, majd mindjárt ajánljuk neki hódolatot. A bhakti joga, amit mi gyakorolunk, ez egy rövidebb út Isten irányt. Itt lehet látni jogi. Dicséti az Urat, meditál. Itt nem tudjunk körbe menni szerintem. Nem tudjunk. Ó, itt van az Úr Shiva. Ott sok majom telnek. Megyünk kicsikét még erre. És akkor a rövidebb út, ez a bhakti joga, aki gyakorol, az nagyon gyorsan eléri Isten irányi szeretetet, és nagyon boldog lesz. Ugye ez a szeretet úgy mondják, hogy madho, madúrja, édes szeretet. Ami még fontos, hogy vannak sok ember, akik itt lakik, most nem videóztam őket, de itt laknak, lemondták, valaki nem is lehet tudni, valaki nagyon gazdag családból származik, de elutasított a gazdagságot, javakat, ide költözött, és azt akarja, hogy elérjen Isten irányi szeretetet, ami az igazi kincs. És a védikus írásokban le van írva, hogy mi ez az igazi kincs. Azt mondja, hogy ha anyagi kincset el lehet lopni, el tudnak tőlünk vinni, el tudjuk veszíteni végül, amikor meghalunk, akkor ez nem egy igazi kincs. Az igazi kincs olyan, amelyeket sosem lehet elveszíteni. És ez az igazi kincs, ez a szeretet. A lelki Isten irányi szeretet, az örök, azt nem lehet elveszíteni. Azért ez az igazi. És ezek a személyek, ők inkább elutasítják anyagi javakat azért, hogy elérjenek az igazi Isten irányi kincset, Isten irányi szeretetet. Jó, akkor annyit gondoltam elmondani, hogyha vannak még kérdések, akkor kérdezzétek, hogyha hasznos volt, mint lelkileg ez az információ, akkor most felmegyünk egy ilyen lépcsőn, körbe még folytatjuk, hogyha hasznos volt lelki információ, akkor tegyétek lájkokat, ugye lájkokat nem azért gyűjtök, hogy valami anyagi eredményem legyen, hanem csak kapjak visszaigazolást, hogy értékeltek-e információt, vagy nem, és akkor majd még találkozunk. Köszönöm szépen, Hare Krishna!